fehér mészkőtáblákhoz, amelyek ezek a korai templomhoz tartoznak, és azon kívül még vannak ilyen vörös teradzó foltok, tehát ez egy ilyen öntött vörös padló. Ez divat volt már római korban is, meg a középkor későbbi századaiban is megtaláljuk, és azon kívül pedig kis márvány kockácskákból lehetett ilyen díszes padló. Na most a bambergi Henrik féle templomban ugyanilyen darabokat találtak, tehát ez azt mondhatjuk, hogy a kor európai divatjának felelt meg. Persze ebből annyira kevés van, és inkább csak földbe kihány töredékek, hogy azt nagyon nehéz rekonstruálni, hogy hogy nézhetett ki ez a padló. De hát talán a Brancegy Zsuzsa által készített könyv is mutat, érzékelteti, hogy egy ilyen vegyes padlóval számolhatunk, ahol vannak nagy mészkőtáblák, valószínűleg a templom kiemeltebb részein, tehát itt eznél a nyugati résznél, ahol ez kezdődik. Aztán időnként van egy-egy pont, ahol azért még talán ilyen mészkőtáblákat, például itt a Szent István sír előtt vonul végig, vagy vonult végig egy ilyen csík, és hát valószínűleg azt is föl lehet tételezni, hogy ezek elsősorban a pillérekhez és az oszlopokhoz igazodtak, mert azt nem tudjuk, hogy a hajók között pillérek vagy oszlopok voltak, vagy ezek milyen sorban, milyen rendszerint helyezkedtek el a templomban. De ezt lehet még az istvánkori templomról tudni, és hát a legenda ugye azt írja, hogy az oltár fölött díszes cibórium volt, ez valószínűleg igaz, tehát egy külön építmény. Ezt lehet még elképzelni a templomról, és hát ezzel tulajdonképpen a Szent Istváni templomról az ismereteink be is zárulnak, legalábbis a régészeti ismereteink. És hát a következő nagy időszak az a 12. század, amikor átépítik a templomot, és akkor tüntetik el a főhajók és a mellékhajók, vagy a mellékhajók és a főhajók közötti osztó elemeket, szerkezeti elemeket, és akkor épülnek meg azok a pillérek, amelyeket már ma is lehet látni. Ebből ez a négy darab maradt meg a területen, sajnos, csak ennyi, és a közepén láthatók ezek a piros elemek, azok a legkorábbi részei, 12. századi részei a pilléreknek. Na most forrás nem maradt erről, hogy melyik király kezdte ezt és csinálta, és mennyi ideig. Az, hogy 12. századi, egyrészt hát a templom közelében talált pillérfők, meg a városban összevadászott, bocsánat, hogy így mondom, pillérfők kora árulja el, hogy ez inkább a 12. század első fele, és ezért arra lehet gondolni, hogy az építkezés a Szent István szenti avatás után következett be, amikor hát a szent sírjához méltóvá kívánták tenni az akkor már majdnem 100 éves templomot, és ekkor történt meg az átépítés. Hát ezzel a templommal kapcsolatban szokott az fölmerülni, hogy esetleg az oldalhajók kétszintesek voltak. Én ehhez nem tudok hozzászólni, nyilvánvalóan a 18. századi források sokkal mélyebb ismerete kellene ahhoz, ugyanis a 18. században erről az északi részről, tehát vagy a templom északi oldaláról, vagy az északi hajója maradt meg, és arról azért maradtak fel leírások, csak általában nagyon nehéz ezeket a leírásokat értelmezni. Hát egyrészt olvasni is, és még nem vetette be magát egy olyan szakember se, aki mindent elolvasott volna sajnos, tehát csak a kiadottakból tudunk dolgozni, és az már látszik, hogy nem elég. És hát általában ugye akkor ezeket úgy írták le, hogy aki leírta, az tudja, hogy miről beszél. De aki 200 évvel vagy 300 évvel később olvassa, az annak nem egyértelmű. Ez, és hát ezért többféleképpen értelmezhető. Én példaként csak azt tudom elmondani, hogy az ember általában elég hosszú ásatási naplókat ír, és amikor egy év múlva vagy két év múlva írja, vagy olvassa, akkor azt gondolja, hogy hát igen, ott ültem előtte, és az olyan értelmes volt az egész, mindent tudtam, hogy miről beszélek. És most törni kell az agyam, hogy miről beszélek, mert nincs előttem. Tehát ezek is szerencsétlenek, azt gondolom, hogy ugyanígy leírták, mindenki tudta, hogy miről van szó, csak pár száz év múlva már ezt nehéz értelmezni. Na most a 12. században az biztos, hogy már itt a templom déli oldalán bemelkedtek a prépostság épületei. Ezt ugye úgy szoktuk mondani, hogy a
a kerengő, és hát körülötte épületek lehettek, ez pedig Siklósi Gyula tárta föl első formájában, itt a Vasvári utcában találta meg ezt a sarkát, tehát egy ilyen kolostor jellegű együttes lehetett itt, de miután a pincék annyi mindent tönkre tettek ebből is, tehát nagyon nehéz túl sokat mondani erről az épületről, azt kell mondani, hogy óriási szerencse, hogy ez a szakasz itt a templom déli oldalán megmaradt, és ebből egyértelműen látszik, hogy még a 12. század második felében átépítették, tehát van egy korábbi fázisa, ez is talán 11. század vége, nem lehet pontosan, nincs olyan adat pillanatnyilag, ami alapján pontosan keltezni lehetne, de azt gondoljuk, hogy ez az egész a kanonokok számára épült. Most azért mondom azt, hogy azt gondoljuk, mert azért pontosan nem ismerjük itt az épületek elhelyezkedését, meg azt se, hogy tényleg kiépült-e ez az egész ilyen jelleggel, mert arra is van példa, hogy a templomhoz ilyen módon, például Olmützbe épül hozzá maga a királyi palota. Tehát nem lehet tudni azt, hogy ez milyen mértékben volt a prépostságé, vagy a királyságé, de, vagy a királyé, vagy királyi udvaré, de mondjuk azt, hogy általánosan elfogadott, hogy most ezt a prépostság épületeinek tartjuk. Hát ha egyszer talán több kiderül róla, akkor lehet, hogy többet is lehet tudni, hogy így mondjam. És hát ez a 12. századi átépítés az, amelyik már biztos, hogy a két tornyot itt megépíti, és ezt a nyugati építményt eltünteti. Tehát ekkor jelenik meg egy olyan szokványos formában a templom, amikor a nyugati bejáraton emelkedik a két torony, de valószínűleg ezek a keletiek is még tovább léteztek, azért is, mert például a Képes Krónika említi az egyik nagy tűzvészt, hogy a tűzvészben csak egy torony, hát harangtoronynak említi, emelkült meg, amelyik a szentély közelében van, és hát az ott tartott sok erekje lehet az oka az, hogy megmentette. Tehát ez mutatja azt, hogy valószínűleg ezek a helyiségek itt tovább létezhettek, és hát ilyen sekrestje feladatokat töltöttek be. És hát a 12. században temették el a legtöbb uralkodót a bazilikában. Ennek oka István szentélyavatása lehet, akkor a magyar uralkodóknak, vagy királyok nagy része, vagy Árpádházi királyok nagy része Szent István sírja mellett óhajtott nyugodni, és hát vannak Árpádkori sírok a templomban, de azt nem tudjuk igazolni, hogy ez királysír lenne. Itt az északi hajóban tártak föl biztosan négy Árpádkori sírt, ezek olyan jellegű sírok, mint a kerengőnek az épített sírjai, és azok is Árpádkoriak. Ezeket az épített sírokat általában legnagyobb mértékben az ilyen jellegű épített sírokat ilyen nagy kőtáblákból van, és nem túl mélyre ássák, és nem túl magasak ezek a kövek benne. Ezek 12. századiak, lehetnek kicsit korábbiak, későbbiek, de a klasszikus idejük az a 12. század, és mondjuk a 13 eleje, tehát ezek a sírok ebből az időszakból származnak, Henselmann Imre ezekben még csontvázakat talált, ezekből úgy emlékszem kettő van meg, Érik Inga meg is vizsgálta őket, úgy emlékszem két férfi sír, talán Henselmann egy női sírt is talált, azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy az nincs meg, szóval a dolog lényeg az, hogy melléklet nélküli sírok voltak, semmi olyan nincs mellettük, ami igazolná azt, hogy itt királyokról van szó. Maga az északi hajó sem olyan előkelő, azért, hogyha ránézünk a térképre, itt ugyan vannak a Szent István sír közelében az északi hajóban sírok, de azért ez a déli része sokkal frekventáltabb. Általában a déli rész az mindig előkelőbb volt a templomokban, másfelől meg, hát talán Szent Imrét is azért telepték ide, és azért itt a Szent Imre sír körül azt látjuk, ez itt majd később szó lesz róla a Nagy Lajosféle kápolna, az se véletlenül épült ide. Szent Imre sírjának nagy jelentősége lehetett a templomban. Valószínűleg a templom működése miatt nem lehetett a Szent István sír köré annyira temetkezni, és ezért van az, hogy a Szent Imre sír közelébe temetkeztek inkább. Például Albert királyról is, ez a sírjáról is ez maradt fönt, hogy Szent Imre közelébe temették el, vagy második Lajosról is azt tudjuk, hogy Ulászló és Szent Imre sírja között temették el. Tehát ez az két forrás adat, olyan kevés adat van arra, hogy hol temették el a királyokat a templomban, azt mutatja, hogy Szent Imre sírjának különös jelentősége volt, és azért is
mondom azt, vagy gondolom azt, hogy kevéssé lehet arra gondolni, hogy ott királyok nyugodtak volna, annak ellenére, hogy ezek klasszikus 12. századi sírnak tekinthető. Na most a más bizonyíthatóan 12. századi sír kevéssé van a templomban, ezek azok, amelyekről ezt tudjuk mondani, és hát a 12. századi templommal kapcsolatban talán még azt lehet megemlíteni, hogy ennél a hármas pillérnél lehetett azt jól megfigyelni, hogy hol van a padló, és hogy a padló, illetve ez a pillér már ezt a korábbi teradzós padlót elvágja, és hát az tényleg a Szent Istváni templomhoz köthető, illetve hát az átépítés előtti templomhoz. Most még egy csöppet a sírokra visszatérve, hogy ugye a királyokat általában királyi módon megemlítik, a források is temetik el. Például a gyermek harmadik Lászlót külön megemlíti a krónika, hogy királyi módon temették el, ez azt jelenti, hogy korona, jogar, egyéb jelvények mellette lehettek valamilyen formában. És ugyanezt halljuk Károly Róbertról is, akiről meg tudjuk, hogy hát az őrkanonok feltörte a sírt és az égköves koronát ellopta, ezért Nagy Lajos aztán kenyéren és vizen élésre büntette élete végéig. Tehát, hogy a királyokat gyakran királyi pompában temették el. Harmadik Béla esetében, amelyik hát még ugye a 12. századi sír templomhoz tartozik, és a déli hajó mellett 1848-ban, vagy a déli hajóban 1848-ban tárták fel a sírját és feleségét. Az ő sírjukról nem mondható el igazán, hogy királyi pompával. A királyi jelvények, azok a sírba kerültek, tehát a korona, a jogar, azután a sarkantyúkról is föltételezik, hogy a jelvény együttesnek a része, a királynét is koronával temették el, de ezek nem túl jó minőségű koronák, és ezt úgy nevezik, hogy halotti korona. Tehát itt jelvényekről van szó, de nem az igazi királyi pompával temették el a királyt. Tehát ez egy ilyen átmenet, azért mondom, hogy átmenet, mert az is előfordulhat, hogy a király maga olyan jámbor volt, és olyan hívő volt, erre szintén nyugat-európai források vannak, hogy minden nélkül temetett el magát, vagy pedig egy vallásos közösségnek a ruhájában, vagy pedig csak egy lepelben. Tehát annyira jámbor volt, és annyira tisztán óhajtott a bíró elé menni, hogy így mondjam, a középkor felfogása szerint, hogy semmit nem vitt magával a világi jelvények közül. Tehát nyugodtan lehet egy olyan sír is, amely királyi sír, de az égvilágon semmi nem árulja el ezt. Hát ez a 12. század, és azt tudjuk még, hogy a 13. század végén, erre szerencsére van forrás, leégett a templom, 1289-90-ben Fehérváron nagyon nagy tűzvészt említ a prépost, és panaszkodik a pápának, hogy nem csak az egész város, hanem az ő az egész temploma is leégett. Hogy ez milyen nagy volt, azt nem tudni, de valószínűleg azért jelentős mértékű lehetett, mert Károly Róbert az 1310-es években és 20-as években, két adatunk van, 17 és 28, átépítette a templomot, és akkor ugyancsak arról van szó, amelyet gyakorta pusztítanak a tüzek. Tehát Károly Róbert nyilvánvalóan egy ilyen erős tűzvész miatt is kénytelen volt ahhoz folyamodni, hogy átépítse a templomot, de itt valószínűleg még egy másik dolog is közrejátszott ebben. Azt tudjuk, hogy Károly Róbert nagyon nehezen szilárdította meg a helyét a magyar trónon, és hát azzal, hogy az állam alapító templomát különös kegyben részesít és átépíti, hangsúlyozni kívánta anyai ágon az Árpádházi örökösségét és hát legitimitását a magyar trónon. Ez egy fontos dolog.